Vasárnap anyák napja. Az óvodákban, iskolákban már hetek óta készülnek az ünnepre. A virágboltokban idén az egyedi csomagolás a sláger, de Kanizsán egyre többen viszik el május első vasárnapján édesanyjukat egy közös sütizésre, kávézásra. A kanizsai óvodákban és az iskolákban is nagy hangsúlyt fektetnek az anyák napjára. A pedagógusok segítségével, versekkel és apró meglepetésekkel készülnek a gyerekek. Anekné Molnár Ildikó, a Rozgonyi Tagóvoda vezetője elmondta, a készülődés egyben egy érzékenyítés is, a család fontosságára és az édesanyák szerepének hangsúlyozására. És az a szeretet, amit megtapasztalnak ezáltal tevékenykedés játék útján, ez, ez akkora öröm, lelkesedés számukra, és akkor ez a hála tulajdonképpen az ünnep jelentősége, amit majd megéreznek akkor, hogy ők köszöntik édesanyjukat, azzal az ajándékkal, amit ők készítettek a kis kezük munkája által. A cukrászdákban is minden évben készülnek az anyák napjára, különböző különleges desszertekkel. Az a tapasztalat, hogy egyre többen kedveskednek finomságokkal az édesanyjuknak. Igazából ugyanazokkal készülünk, mint amire minden egyes ilyen szeretetteljes ünnepen, mint mondjuk a verónánkkal, a kis pöttyös minitortánkkal, a francia desszertjeinkkel, illetve a szív desszertjeinkkel. A tapasztalatunk igazából az, hogy nagyon sok gyerkőc, inkább fiatal felnőtt hozza már el az anyukáját. Egy sütire, egy kávéra eltöltenek, itt egy fél órát beszélgetnek, megbeszélik mondjuk a hetüket, vagy a jövő hetüket, nekünk ez a tapasztalatunk. A finomságok és a kézzel készült apróságokon túl még mindig a virág a favorit. A trendek persze itt is változnak, de Martonné Jeszek Katalin szerint a virág sosem megy ki a divatból. Idén az egyedi csomagolást is sokan keresik természetesen nagy divat még megköszönteni az édesanyákat, mindenkinek van. Ha nem is él, de a temetőbe is visznek ki virágot, cserepes virágot és vágott virágot is, és nem csak az édesanyákat, hanem a nagymamákat is köszöntjük ilyenkor. És igen, nagy divat mindenki visz virágot az édesanyának és a nagymamájának. A megkérdezett nagykanizsaiak szintén fontosnak tartják, hogy anyák napján fölköszöntsék az édesanyjukat. Balassa Márka nagymamáinak is kedveskedik vasárnap. Általában virágot szoktam neki venni, meg egy-két csokit, hogyha olyan van, akkor még egy csüzetet is szoktam neki érni. A legtöbben virágot és édességet vesznek, de többeknél egyedi ajándékok is szerepelnek a listán. De általában próbálok mindig ilyen különlegességet venni neki, a virág mellé még egy kis ilyen megmarandandó ajándékot, és kis csokit mellé, amit szeret. Az anyák megünneplése az ókori Görögországban nyúlik vissza. Magyarországon 1925-ben a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt tartotta az első anyák napi ünnepséget.